Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Drága testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezet minden tagját, és ezen a mai napon, anyák napján, szeretettel köszöntjük az édesanyákat is. Előtte énekeljük elsőként a 167. dicséretünket, istentiszteletünk kezdetén. A 167. dicséretünk első versét énekeljük. Édesanyámat én nagyon szeretem, ki megcsókolgat, ki megölelget, és tanítja jóra az én kis szívemet. Hogyha bánat ér, együtt szomorkodunk, hogyha öröm ér, abban is osztozunk. Nagy hálámat most avval fejezem ki, hogy ezt a kis verset elmondom ő neki. Köszönjük szépen! Isten éltessen minden édesanyát, szeretettel köszöntünk mindenkit, és hogy maradjon ennek egy kis nyoma is, ahogyan tőlünk már megszokták, kérem a gyermekeket, fáradjanak ide, aki még gyermeknek ebbe a kategóriába beillőnek gondolja magát, hogy segítsenek kiosztani jó az édesanyáknak, illetve a nagymamáknak, leendő édesanyáknak is természetesen. Közben folytassuk Isten tiszteletünket a 264. dicséretünkkel. A 264. dicséretünket énekeljük, az első, második és harmadik verset. Az első vers az Isten az éneknek így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Lehet adni az otthon lévő édesanyáknak is, nyugodtan tessenek vinni belőle, ha valaki szeretné az otthoni édesanyát is megköszönteni.
Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Drága testvéreim, a mai napra kijelölt új szövetségi ígét olvasom először a Jelenések könyvének 19. részéből az első 10 verset, hogy miképpen szól hozzánk Isten. Hallgassuk figyelemmel és alázatossággal, helyünket elfoglalva. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak, amen, halleluja. És megszólalt egy hang a trón felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, és így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonságtétele. Istent imád, mert a Jézusról való bizonságtétel a prófétaság lelke. Mert a Jézusról való bizonságtétel a prófétaság lelke. Amen. A kegyelemnek Istenet egy áldottá szívünkben gyümölcsözővé a most hallott szent igét, hogy Istenünk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnap délelőtti órán, és megköszönjük a te áldásodat, kegyelmedet, amelyben részesítesz ma minket. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy van mondani valód számunkra. Istenünk, a te gondviselésed akaratából ajándékoztad nekünk az édesanyánkat. És a te gondviselő akaratodból ajándékozta nekünk édesanyánk az életünket. Nélkülük, nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni azért neki, hogy ő vállalt engem, és köszönöm, hogy te ott álltál mellette. Köszönöm, mennyei édesatyám, és mindannyian köszönjük, hogy vállalták az édesanyák a szenvedést, amelyet érettünk viseltek.
Ég nappallá téve gondoskodott rólunk, hogy ápolja testünket, őrizze lelkünket, oltalmazzon minden bajtól, még a széltől is. Urunk, ő beszélt nekünk először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értünk, értemtett. Én lehet, nem vagyok képes erre. Mennyei édesatyánk, most szeretettel gondolunk azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk, de hisszük, hogy a te országodban, ott a menny dicsőségében adtál helyet nekik, és ez a dicsőség, amellyel megajándékoztad életüket, a te körülötted lévő dicsőség az angyalok közösségében. Áld meg emléküket szívünkben, lelkünkben, most, amikor különösen szeretettel, figyelemmel rájuk gondolunk, hálaadás van a szívünkben. Kérünk, hogy jöjj közel ma hozzánk, különösen ahhoz a családhoz, akik az elmúlt héten álltak meg, az édesanya, a feleség, az anyós, a nagymama ravatala mellett. Kérünk, hogy te adj nekik vigasztalást, ígéd és szent lelked által. Áld meg őket, vigasztaló szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, szent fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Drága testvéreim, Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. Közben kérem gyermekeinket, hogy fáradjanak ki a gyermek foglalkozásra a virágnénivel. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Testvéreim, Isten igéjét olvasom Mózes 5. könyvéből, a 28. rész 2. versét. Mózes 5. könyvének 28. részéből a 2. verset olvasom, valamint a szeretet himnuszából fogok még olvasni. Hallgassuk figyelemmel Isten hozzánk szóló üzenetét fennállva maradva. Rátszállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. És a szeretet himnusza, első korintusi levél, 13. rész, utolsó verse. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. Drága testvéreim, az édesanyák vasárnapja van, kiki különféle módon próbálja meg köszönteni az édesanyját, gondolunk rájuk szeretettel, ha teheti, megteszi ezt egy virágszállal, kedvességgel, simogatással, így pár jó szóval. Ha nem teheti, mert édesanyja messze van, földrajzilag, akkor felhívja telefonon, Skype-on, vagy egyéb más módon próbálja felvenni vele a kapcsolatot. Ha pedig már telefonálni sem tud, mert előre ment a minden élők útján, akkor csendben mond egy imát, hálát ad azért, hogy volt, hogy ismerhette, hogy volt, hogy életet adott. Valahogy így talán. Uram, áld meg az édesanyámat ott, ahol van, az angyalok között. Nem tudjuk, hogy mit mond erre Isten, erre az imádságra, de azt tudjuk, hogy őt a kegyelmes mennyei édesatyánk már réges-régen megáldotta. Ez az áldás akkor történt, amikor először várt gyermeket, akár minket, akár testvéreinket, vagy testvérünket. Akkor, amikor életet adott, anyaként életet adni annyi, mint áldottnak lenni, áldottként szolgálni az Úristent. Ezért mondták a mi őseink, eleink, szép magyar nyelvünk olyan szépen, hogyha egy édesanya gyermeket várt, akkor nem azt mondták, hogy terhes, nem azt mondták, hogy várandós, hanem azt mondták, hogy áldott állapotban van. Milyen csodálatos kifejezés ez. Az anya, aki arra a méltóságra hivatott el, hogy Isten áldását hozza a világra, áldott. Nem másban, nem más által, hanem a gyermekében. Erre még nem is gondoltunk, ugye? Áldást hozott ugyanis a nemzeteknek és az anyaszentegyháznak. Minden édesanya méltó arra, hogy azt mondjuk rá, áldott. Mégpedig a Máriának szóló üdvözlés szavával, melyet keresztelő János mondott így, keresztelő János édesanyja Erzsébet mondott így, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hát így lett áldott a megváltó édesanyja, és így áldott ma is minden és mindenütt élő édesanyja ezen a világon. Ezért e nap az anyák napja, és gondoljunk szeretettel, tisztelettel, hálaadással minden édesanyára. Mit jelent az áldás? Hallottuk először is, milyen csodálatos, mikor azt mondja, hogy a gyermek. A gyermek áldás az édesanya a család számára. Lehet, hogy vannak ma olyan családok, ahol nem így tekintenek a gyermekre. És lehetne sokféle irányba elvinni ezt a gondolatsort, de nem teszem, nem szeretném. Mert azt hiszem, sőt, meg vagyok győződve, hogy amikor egy édesapának a szemébe, én csak erről tudok beszélni,
belenéz az a pici gyermek, aki megszületett erre a világra, vagy később, amikor felemeli kezét, nyújtja feléd, vagy nyújtja felém a gyermekem, akkor csak is úgy tudok ránézni, mint Isten áldására. Az áldás sok mindent jelenthet. Az Ószövetségben jelentette a bőséget, és igazából olyan fizikai dolgokat, amelyek arról szóltak, hogy fizikailag, materiálisan mit jelent az áldás, amikor Isten megáldja az övéit mindenben, minden földi jóval, konkrét bőséggel, mégpedig minden nép szeme látára cselekszi ezt az Isten saját népével. Miközben más népek kölcsönt kérnek, majd Isten szent népétől, miközben ők nem szorulnak semmire és senkire, az áldások elsővé lesz Isten népe, mindig fölül lesz. Ott abban a korban tehát anyagi és hatalmi tőkét jelentett az áldás. De Isten népének akkori gondolkozása szerint csak annyit mondott, hogy az ő áldása mindenek felett való jó. Próbáljuk ezt áthozni a mai világba. Isten áldása mindenek felett való jó az életemben, az életedben. Van ennél több? Van ennél jobb? Van ettől nagyobb szükség ebben a világban, mint ez? Áldottá lenni, mindenek felett valóvá lenni. Jézus Krisztusban ennek a tartalma egy picit más lett, és másról szól. Ahogyan Steinbach püspök úr éppen a mai napra kijelölt gondolataiban írja, magyarázatában írja, Jézus Krisztusban azonban ennek tartalmát is kifejtette az Isten. Szolgálat, önmegtagadás, kereszthordozás, utolsónak és irgalmasnak lenni, alulmaradni. Egyedül a krisztusi üzenet ezen a világon, amely az Isten valódi, irgalmas arcát megmutatja, megláthatóan, hitelesen, egészen a keresztfának önátadásáig, majd a halál fölötti győzelem hatalmáig. Ez az irgalmas szeretet hatalma. Valóban áldottak lennénk, ha Jézus Krisztusban újjászületve irgalmasan szeretnénk a másik embert, mert ebben gazdagodna meg a mi életünk. Tehát ma, és ez az utolsó mondat maradjon meg különösen a szívünkben, mert ez jelenti az áldást hordozni, meggazdagodva ebben a világban, és meggazdagodna ez a világ, ha az ember odafordulna Istenhez, odafordulna Jézus Krisztushoz, és elfogadná azt a megváltást, amit ő akart adni, és ő adott a mi számunkra. Én azt gondolom, testvéreim, hogy ebben a világban a mai ember olyan élethelyzetben van, amikor igenis nagy szüksége van erre a szeretetre, erre a mindent feláldozó szeretetre, erre a mindennél nagyobb szeretetre, ennél a mindennél többet érő szeretetre, amiről a szeretet himnuszában is olvashattunk. Van egy történet, ami nagyon jól kifejezi, hogy az embernek igazából mire is van szüksége, és hát ez a szeretet. Ez a szeretet, amelyet kell keresnünk, hogy töltse be az életünket, töltse be a szívünket, a lelkünket. Ez a történet egy Pankának nevezett kislányról szól. Panka elindult az óvodába, és az óvodai elindulás felé közeledve eldöntötte, hogy ő keresni fogja a szeretetet.
egész életében. Szeretné megtalálni a szeretetet pontosabban, és addig nem nyugszik, amíg meg nem találja. Egy óvodás kislánytól ez talán furcsán hangzik, hogy ilyen komoly elhatározást tesz. Mindenki meg is mosolyogta a kislányt, hogy ugyan már, hát mit képzelsz, te ilyen pici gyermekként a szeretetet szeretnéd megtalálni. Gondolta a kislány, majd az óvodában megtalálja. Hát aztán nem úgy sikerült az első nap, mert édesanyja nélkül nehéz volt. Aztán az óvodában a gyerekek sem úgy viszonyultak, ahogyan szerette volna, ezért egy picit csalódottan tért haza. Panaszkodott az édesanyjának, hogy hát nem találta meg a szeretetet. És akkor az édesanyja azt találta ki, hogy tudod, vegyünk egy kis naplót, amiben te minden nap, amikor keresed a szeretetet, és véletlenül nem találod, akkor rajzolj egy szívecskét. És ez a kislány elkezdte rajzolgatni a szívecskét nap mint nap. Aztán teltek, múltak az évek, aztán iskolás lett, és egyszer csak egy erős szóváltásra lett figyelmes, amikor szülei fáradtan érkeztek haza, és ő már lefeküdt, és hallotta, hogy a konyhából elég hangos szó hallatszik be, nagyon hangos szó hallatszik be a szobába, ahol ő fekszik. És elővette a kis naplóját, és egy nagy-nagy szívet rajzolt bele, és kiszínezte. Aztán nem csak egy napló, sok-sok napló betelt. Ez a kislány sokáig kereste a szeretetet. És az a gondolat, amit akkor mondott az édesanyja, ha úgy érzed, hogy nehéz a szeretetet megtalálni, mindig rajzolj egy szívet. És egyszer aztán hatalmas sírásban tört ki ez a lány, amikor már nagyobbacska volt, és az édesanyja kérdezte, hogy miért sírsz, kislányom? A kislány elmondta, hogy azért, mert mindig próbálja megtalálni a szeretetet, és nem sikerül. Panka, ne sírj, simogatta meg szép, hosszú haját az édesanyja. Te egy csodálatos gyermek vagy, hiszen a szeretetet keresed kicsi korod óta. Panka tovább sírt, de hát soha nem találom meg. Jaj, Panka, dehogy nem. Amikor az első szívet berajzoltad a naplóba, már tiéd volt a szeretet. Mert kerested, és mind a mai napig keresed. Tudod, ez a legfontosabb az életben. Észrevenni a szeretetet, és küzdeni érte, ha kevés van belőle, vagy ha egyáltalán nincs. Maradjon meg mindig is ez a célod, hogy te a szeretetet keresed. Amikor kicsi voltál, csak mosolygott rajtad mindenki. De egy olyan, hogy egy ilyen pici lány, hogy mondhat ilyen komoly dolgot, hogy ő a szeretetet keresi. De tudod, Panka, én születésed óta imádkozom azért, hogy ezt a gyönyörű célt soha ne add fel. Higgy abban, hogy a piros szívek mindig emlékeztetnek majd arra, hogy a szeretet keresése életed legnagyobb feladata. Talán mi is így vagyunk felnőttek. Szeretnénk sok-sok ilyen piros szívecskét. Szeretnénk mi is életünk minden szakaszában látni, ha visszatekintünk, ilyen sok-sok piros szívecskét. Találjuk meg, legyen a célunk, hogy legyen több és nagyobb szeretet ebben a világban. Legyenek konkrét célok, amelyeket úgy élünk meg, úgy végzünk el,
hogy a szeretet megmutatkozik az életünkben. Ha azt látjuk, hogy a másik nem tökéletes, nem biztos, hogy oda kell vágni, hogy tudjon róla, hanem segíteni kell abban, hogy lépjen egyet. Ha szervezünk valamit, mondjuk egy rendezvényt, akkor nem azt nézzük elsősorban, hogy mi volt a hiba, hanem azt, hogy milyen jó volt, milyen sok szép dolog volt, milyen sok mindent átélhettünk, mennyi minden jó tapasztalhattunk, milyen sok jóban volt részünk. Aztán odahaza tudok-e úgy tekinteni a másikra? Tudok-e úgy tekinteni az édesanyámra, az édesapámra, a gyermekemre, a szüleimre, a nagyszüleimre, a dédszüleimre? Tudok-e úgy tekinteni a szomszédomra, hogy szeretet van a szívemben? Ma anyák napja van. Természetesen ezen a mai napon az édesanyákra gondolunk, de gondoljunk szeretettel és hálaadással az édesapákra is. Hiszen ők is ott vannak abban a családban, és megköszönhetjük nekik is a gondoskodást, a szeretetet. Lehet, hogy nekik is jól esik egy simogatás, egy jó szó, egy köszönöm. És ne felejtsük el, hogy ez mennyire fontos, mert az embernek az életében nagy-nagy szüksége van arra, hogy legyen hit, ahogyan a szeretet himnuszában hallottuk. Legyen hitünk abban, amit még nem látunk, ami nincs előttünk, de az Istenbe vetett hit, a jövőbe vetett hit, a jövőbe vetett reménység, az Istenbe vetett hit és a belé vetett reménység mind-mind erőt adhat nekünk a mindennapok elhordozásához. És ott van a szeretet, a mindenek felett való szeretet. Amikor szükségünk van a szeretetre, a másik ember szeretetére, ne felejtsük el azt, hogy mi is tudunk adni, és nekünk is kell adni. És ez a kell, ez ne az legyen, hogy ez kötelező, ne így érezzük, hanem a kell, az indítson bennünket arra, hogy közeledjünk, hogy szeressünk, hogy szeressük a másik embert, akit mellénk helyezett az Isten, akinek köszönhetjük az életünket, földi életünket, akik gondot viseltek rólunk, terelgettek, fegyelmeztek, szerettek bennünket. Én azt kívánom, drága testvéreim, hogy mindannyian tudjunk úgy előre menni, hogy ebben a világban megtapasztaljuk Jézus Krisztus kegyelmét és szeretetét. Költözzön be a szívünkbe ez a reménység, vezessen bennünket a mi Istenünk, és tapasztaljuk meg, éljük át minden nap azt a szeretetet, amely nélkül nem lehet élni boldogan. Tapasztaljuk meg, éljük át, hogy legyünk boldogok, és mi is tudjunk boldoggá tenni másokat. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálatelt szívvel köszönjük neked e mai napot. Hozzád jövünk, mennyei édesatyánk, és tőled kérjük a te áldásodat. Olyan jó lenne, mennyei édesatyánk, ha mindig tiszta szívből igazán tudnánk szeretni, és minket is mindig mindenki igazán tudna szeretni. Tudjuk, hogy emberek vagyunk, és nem sikerül mindig úgy jönni, nem sikerül mindig tiszta szívvel megállni egymás előtt.
De azt is tudjuk, hogy Te megtisztítod a szívünket, a lelkünket, és megáldod életünket. Megtapasztaljuk a Te közelséget. Úrunk, kérjük ezt az áldást. Kérjük azt az áldást, amely hordozza mindazt a jót, amire nekünk életünk során szükségünk van. Kérjük az áldást, amelyre szükségünk van, hogy kísérjen bennünket életünk minden napján. Segíts, hogy halljuk meg a Te szavadat, segíts, hogy betöltse a szívünket, a lelkünket a tőled jövő áldás, a tőled jövő szeretet. Urunk, ma köszöntjük az édesanyákat, hálát adunk értük. Kérünk, hogy vezesd őket a Te utadon, hogy neked adjanak hálát mindenért. Hálát adunk az édesapákért. Szeretettel gondolunk rájuk is, hiszen sok mindent kaptunk tőlük is, amellyel elindulhattunk az életbe, a nagybetűs életbe. Kérünk, hogy vezess bennünket, őriz bennünket az úton, és a Te szent lelked töltse be a mi szívünket, lelkünket, életünk minden napján. Imádkozunk hozzád most kórházban lévő testvéreinkért, azok között is különösen azért a fiatal emberért, aki az éjszaka került be a kórházba. Kérünk, hogy Te állj mellé, és Te erősítsd meg az ő szívét. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy Te vagy minden élőknek Ura, Te vagy a gondviselő Isten. Kérünk, hogy légy ott mellette is, erősítsd őt, adj neki áldást, gyógyulást, hogy újra gyülekezetünk közösségében tudjon magasztalni, dicsérni Téged. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért is, akik még a kórházban vannak, különféle próbatételekkel szenvednek. Kérünk, hogy Te állj melléjük, és imádkozunk hozzád az oda-haza lévőkért, akik betegségben oda-haza szenvednek, már nem tudnak itt lenni közöttünk, betegek, sok-sok próbatételen mentek át, megöregedtek, elhagyta az erejük. Kérünk, hogy Te légy mellettük, és Te áld meg az ő életüket áldással, békességgel, szeretettel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy velünk vagy. Áldott légy mindenért, Urunk, amit megtapasztalhattunk, amit megtapasztalunk életünk minden napján. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, és csendesedjünk el, és néhány pillanatig imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Áldott Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretettel köszönöm, hogy az elmúlt héten, mindazoknak, akik az elmúlt héten a Teszed akció során részt vettek a gyűjtésben, a személygyűjtésben, és köszönjük az áldozatos munkát. Drága testvéreim, szeretettel és tisztelettel köszöntjük az édesanyákat. Mai napon Isten áldása kíséri az életüket. Szeretettel hirdetem szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten Jeszenői Lászlóné született Varasdi Márta asszony testvérünk ravatala mellett álltunk meg, aki életének 73. esztendejében adta vissza lelkét teremtőjének. Isten vigasztaló szent lelkét kérjük gyászoló testvéreink számára. Kérjük, hogy Isten töltse be azt az űrt, ami keletkezett elmúlt testvérünk elvesztése nyomán a család minden tagjának a szívében. Isten adjon vigasztalást számotokra, testvéreim. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten áldozó csütörtök lesz, csütörtökön, és hívunk mindenkit az áldozó csütörtök Isten tiszteletre. Délután 18 órai kezdettel kezdődik, 18 órától, és ezen az alkalmon próbáltuk azt a régi hagyományt feleleveníteni, amikor is áldozó csütörtökön, tehát Jézus Krisztus mennyben menetelének ünnepén van a konfirmáció, a konfirmálók kikérdezése. Tehát hívunk és várunk mindenkit az alkalomra, este 6 órára, elsősorban a presbiter testvéreket, aztán szülőket, keresztszülőket, és természetesen a konfirmáló fiatalokat is várjuk, és kérjük, hogy jöjjenek el, legyünk együtt. Ezen az istentiszteleten, vagy az istentiszteletet követően a presbitérium megfogalmaz egy határozatot, amelyben kinyilvánítja, hogy minden konfirmálót konfirmációra bocsát. A konfirmáció pünkösd első napján lesz itt a templomban, hívunk és várunk mindenkit szeretettel. Ma istentisztelet után a konfirmálók szülei részére itt a kisteremben egy szülői értekezletet tartunk, melyre szeretettel várjuk a szülőket, természetesen a konfirmáló fiataljainkat is. Kérjük, hogy miután kimentünk a templomból, majd fáradjunk ide be egy rövid megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet. Az Úristen legyen őriző pásztor a gyülekezeteinknek, gyülekezetünknek. Szeretettel ajánlom a testvérek, testvérek figyelmébe az adakozást. Adakozunk tudván azt, hogy a jó kedvel, jó szívvel adakozott szeret és megáldja az Úristen. Végezetül áldásra várva a 264. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük, majd fogadjuk Isten áldását. A 4. vers így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját kegyelmesen tereját, és adjon te néked békességet. Szent Fia, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség, Istennek dicsőség.